Boszniának egy nagyon kedves kisvárosa. Most már a szerb-horvát háborúban ez is elég sokat szenvedett, és többek között a vár is el volt aknásítva. Most már ezt felszámolták, szóval azért. Bár én nem fényképeztem le, vagy ha fényképeztem, nem került elő, de még ma is Boszniában járva, meg Horvátország más területen is, bizonyos utaknál ott van az aknaveszély jelzés, és bizony állatok, akár vadállat, akár jószág, meg sok esetben elcsalangoló emberek, tehát akik nem figyelnek föl, még mai napig is életveszélyben vannak. És bizony csonka lábban túl is éli, vagy egyéb. Tehát a szerb-horvát háborúban iszonyatos mennyiségű aknát tettek le, aminek egy része még ma is árthat. De a városokat azért már teljesen megtisztították, így Jajcét is, most már a látogatható. Van egy nagyon régi katolikus templomnak a tornya, ez Szent Lukács templom volt, hát a templom elpusztult, de a tornya megmaradt. Na most Bosznia három egymással időnként veszekedő nemzetiségből, vagy csoportból. Van a horvát, katolikus, a bosnyák, muszlim, és a szerb ortodox. És ebből lett összetákolva egy állam. Sajnos muszáj ezt a kifejezést használnom, és az főleg a szerbek, akik a legvadabbak, azok önálló szerb-bosniai köztársaságot akarnak. És állandóan a szétesés határán van. A horvátok és a bosnyákok még aránylag jól ki tudnak jönni egymással. Bár elég eltérő a vallásuk. Na most, amit én mai előadásban sokat fogok mondani, vagy mutatni, az a ott lévő Bogumil emléke. Ezek a Bogumilok a középkorban Bulgáriából származó eretneknek minősítette érdekes keresztény közösség volt. Akiknek két-három olyan fontos tétele volt, ami erősen megkülönböztette a különböző egyéb keresztényektől. Az első, hogy igen erősen elvetették az Ószövetséget, a másik pedig az egyházi hierarchiát. Tehát nem is voltak igazából apjaik, hanem a közösségeket az úgynevezett apók vezették, az idős bölcs emberek. Na most sajnos a pápa rendelkezésére többször ráuszították, hol a magyar királyt, hol más keresztény uralkodókat, hogy ezeket, ahogy a Waldenseket, ahogy a paulikánusokat, ahogy a Albingenseket írtották, a szó legvadabb értelmében, ugye a bogomilókat is. De akkor kitalálták, hogy nem kell a népet kiirtani, csak az apókat kell mágiára küldeni. És akkor szétesett a közösség. Na most, amikor a törökök elfoglalták ezt a területet, szinte 100%-ban a sok-sok keresztény üldözés miatt átértek a muszlim hitre, és ebből lettek a mai bosnyákok, mint muszlimok. Tehát azt mondták, hogy ha egyszer a keresztények, és a muszlimok engedték őket, sok tekintetben, bár muszlimok voltak, de nem voltak szigorúan úgy véve, mint ahogy egy hithű muszlim. Tehát hagyták őket nyugodtan, és ezért ők áttértek, és a mai bosnyákok ezért muszlimok. Én muszlimot használok, nem a Mohamedán kifejezést, ez állítólag sokkal jobb, és jobban szeretem. Na most Jajce, egy nagyon kedves kisváros, kicsit itt kalandozunk, sokat szenvedett, romok ma is vannak a városban, például maga az vár is. És ne úgy képzeljük el, hogy ez kimondottan csak a középkorban pusztult el. Kapott ez 90-es években is annyi találatot. Na most ennek két nagyon fontos magyar vonatkozást említenek, mind a kettő Mátyáshoz kapcsolódik. Tehát Mátyás a törököktől megóvta Jajcét, majd utána volt egy török támadás, amikor a törökök eljutottak ide, és Mátyás küldött egy sereget, hogy felszabadítottak. És ezt a kétszeri Mátyás által való védelmet, mai napig is emlegetik Jajcénak, ez egy csodálatos korszaka, és Mátyás az a legnagyobb magyar és segítő uralkodó volt az ő hagyományukban, és ez tehát ilyen értelemben Mátyás kultusz az itt teljesen természetes. Itt nem voltunk a múzeumban, de biztos, hogy van erre is
valami kis múzeum lehet. Erre is vonat az ott lévő ábrázolásokon akár. Itt van egy szintén a Szent Lukács templom tornya más nézetből. Nagyon szép ilyen szőlőmintás bejárat egy háznál, aztán egy középkori címeres kapuzat. A várat most már úgy nagyjából, legalábbis akkor most már szerintem még jobban restaurálták. Ez egy nagyon komoly erődítmény volt. Ez az egyik ilyen belső tornya. Ott egy kis színház. És hát részben egy mecset. Mi vagyunk a várnak a tornyába talán. Most már itt nyugodtan lehet sétálni, de x évig le volt zárva, legalább 10 évig a vár, az aktaveszély miatt, ezt csak mondták. A tolmácsunk az ártalmat mutatott Harsány Zsuzsa, aki most ott Szabadkára, Zentára visszaköltözött, ő vele mindig csináljuk felderítő utakat. És hát akkor kérném, aki ezt nem tudja, az tanulja meg. Az áprilisban nyílik a Szépművészeti Múzeumban egy nagy csontvári kiállítás. Pécsi gyűjtemény. Hát Pécs meg máshonnan, máshol is van ám csontvári, csak Pécset, csak a fő... Összeszedik több helyről, nem tudom, hogy már valószínűleg ezen dolgoznak a művészettörténészek és a múzeológusok. És hát mi itt Papp Gáborral voltunk, és akkor kerestük, hogy hol állhatott, honnan néz, hol festette Csontváry, még egyszer lesz egy másik kép is. Kerestük a nézőbe, egész ott nem voltunk a víznél, úgyhogy kaptunk is kis permetet, és hát ez egy nagyon nagy élmény volt. És az egyik alkalommal, ugyan külterületén is volt a szállásunk egy ilyen házakban, tehát ilyen, nem paraszt házakban, hanem az idegenforgalmi építmények voltak, csak olyan külön épületek voltak. Ez körülbelül, hogy a központtól egy másfél két kilométerre volt. Tehát vannak itt a szemutitások, itt a jelenlévők. Jaj, megint itt vagyunk. És akkor egy kicsit itt ezeket az oldalsó kis zuhatagokat is megnéztük. Azt hiszem. Na, és most egy nagyon érdekes helyen vagyunk, úgy hívják ezt a helyet, hogy Kraljevo Sutjeska. Ez egy bosnyák ferences központ, egy múzeummal és templommal, ugyanis a török időszak, a bosnyák ferencesek a középkori korszak, középkori utáni korszakban nagyon fontos szerepet játszottak. Ugyanis a törökökkel volt egy alku, egyrészt a törökök nem tűrték a pálosokat, harcos szerzeteseket, azt tiltották. Nem tűrték a bencéseket, domonkosokat, senkit, viszont a bosnyák ferencesek Magyarországra és más hódoltsági területre mentek török engedéllyel az ott lévő keresztények gondozására. Tehát innen is indultak, meg Bácsról, három vagy négy kolostorból mentek aztán a szerzetesek, részben megtanulva magyarul vagy más nyelven, a szükséges nyelven, és ők szolgáltak a török időszakban a keresztény templomokban. Tehát ez volt a központjuk, ez egyébként egy bosnyák királynőnek a szobra, akit most látunk itt a templom és a kolostor előtt. Most bementünk a templomba, és mivel ferences templom, fölnézünk, hát ő Erzsébet, Árpád-házi Szent Erzsébet. Ugyanis ő élete végén Ferenc rendi harmad rendben, mint úgy hívták a ferenceseknél, hogy harmad rend, tehát ott élt egy kolostorban, és ezért ábrázolják teljesen természetesen. Majdnem minden Itália tele van Szent Erzsébet ábrázolásokkal, és a Szűz Mária után a második legnépszerűbb női szent. Egész katolikus világban. Tudjuk, hogy a katolikus, a protestánsoknál is szentisztelt az ortodoxiában, meg ő nem szerepel. A másik, és ezt még kevésbé tudják, Toulouse-i Szent Lajos. Ő magyar szent volt, ő ugyanis Árpádházi
leszármazott 5. István lánya, Mária királynő, aki kikerült Nápolyba, az ott élő uralkodónak a felesége, és elterjesztette a magyar szentek kultuszát, és fiait, unokáit magyar szellemben nevelte. És úgy volt, hogy Lajos a fia, majd magyar király lehet. Csak a Lajos azt mondta, hogy én inkább szerzetes akarok. És az unoka pedig Károly Róbert. És ő lett aztán magyar király, de nem ő van itt táblázóval, hanem mint Ferences szerzetesként, Toulouse-i Szent Lajos úgy hívják, több magyarországi templomban szerepel ő, és ő magyar szent volt. Édesanyja írta. És itt Dél-Itáliában elterjesztette a magyar szentek kultuszát, ezért van Szent László, Szent Erzsébet, Szent István ábrázolás Nápoly és tágabb környékének a templomaiban. Mert ő ezt elterjesztette. Hát ez nem annyira egy másik Erzsébet kép. Kapisztán Szent János, akinek meg tudjuk a magyar vonatkozását. Tehát ő volt az a, egyébként eredetileg inkvizítor volt, csak megcsömörlött attól, amit azok csináltak. És akkor ő vezetésképpen elhatározta 1455-ben, hogy ő a török ellen fog majd keresztes hadjáratot indítani, és ennek a tobozását itt is Magyarországon, és ebből lett aztán a Nándorfehérvárba induló keresztes sereg, ami Hunyadi seregével együtt törököket misztikbe verte. Tehát ő egy nagyon nagy tisztelő, itáliai kapisztánokból származik, tehát ő nem magyar származású, viszont a magyar egyház történetben és a történelemben a neve az teljes joggal kiemelten szerepel. És ő is Ferences szerzetes volt, ezért van itt a templomban. Itt megint ennek a királynőnek a szobra, és akkor néhány ősi, például rovásírásos kő, ez pedig a lucaszék. A múzeumból. Igen. Aztán, hogy hívják, tojás. És 9. századi Merkel, vagy körmeneti kereszt. Bizony-bizony a kereszténység ezen a területen nem Szent Istvánnal kezdődött. Ezen és máshol sem. Itt van egy gyönyörű 9. századi kereszt. És már itt látunk néhány Bogumil követ. Na most a Bogumilok eredetileg nem ábrázolták a keresztet. De amikor már annyira nyomták őket és katolizálni akartak, mentek közülük, aki akkor még időnként békés eszközökkel, de szavakkal és térítéssel, akkor megjelentek a keresztek. Már az ő síremlékeiken. Mint például ezeken. Ez ottani gyűjteményből, de rengeteget fogunk látni, ahol ezek viszont nem szerepelnek, de kialakítottak egy fűköt is. Mindjárt mutatom. Itt a tük. Hát ezt ha akarom kereszt, ha akarom kar. Tehát ez már a maguk, hogy mondjam, művészeti eszközeivel ábrázolták a keresztet. Ha annak akarod látni, akkor érzed. Úgyhogy ez az egyik Bogumil kő. Na most a Bogumilok, azt mondom, eltűntek végül is, de olyan nagy számú emléket hagytak a mai Horvátország, Bosznia, ott kevésbé, de ott is van. Valamennyi kevés Szerbiában van, még a belgrádi várban is van 2. Jelzem, hogy mennyire nem tudják ezeket, például a belgrádiak, hogy ott mi egy csoportot vezettek, utazási irodás csoportot, egy hölgy volt, egy ottani hölgy volt a megrendelt idegenvezető, végigvitt a várba, minden csodaszép, Hunyadiról, Kapisztánról, mindenről beszélt, és a két Bogumil kő nem említette, én meg említettem. És összevonta a szemöldökét, hogy elő nem tudott. De nem kötelező. Na, itt egy kis skanzen is van. Ezek nagyon szép ilyen parasztások. Na, akkor egy nagyon kicsit, nem éleztem ki nagyon a boszniai piramisokra az előadást, de azért most egy picit oda is elmegyünk. Viszokóban vagyunk a nappiramis oldalán, a feltárásoknál. Ezek az elemek, ezek bizony elég egyértelműen látszik, hogy ebben bőven van mesterséges. 5 piramis, 2008-ban vagy mikor, Oszman Agics, aki egyébként amerikai és bosnyák állampolgár, 2008-ban
hazalátogatva a helyi múzeum igazgatóval kezdtem nézegetni a környéken az ott lévő hegyeket, és akkor egyszerre született a kettőjükbe az ötlet, hogy vagy a felfedezés, hogy ebben van valami rendszer, és van valami plusz, amit most a növényzet az érezzetek alatt eltakar. És akkor fedezte föl azt az öt piramis építményt, amiből aztán a boszniai piramisok. Itt van két, ez sajnos az enyém, két ilyen DVD, ami az ő előadását tartalmazza, ezeket onnan hoztuk. Könyve is jelent meg, és magyarul is, tehát több nyelven. Oszmalovicsnak az is megvan nekem otthon. Mai napig is óriási vita van ezzel, és megmondom őszintén, most muszáj egy nevet is mondanom, ilyen kutatók, dovásíráskutató, mint Varga Géza, mereven azt mondta egy ilyen beszélgetésben, vagy egy ilyen levélváltásban, hogy azoknak semmi ilyen vonatkozása nincs. Erre a kérdésem az volt, hogy járt-e ott? Nem. Akkor mondom, ennyi. Reggel elindul az ember, késő délután ott van, tehát nem lehetetlen, de hogy sok fotót látott, meg beszélt, meg beszámolott. Jó, ez nekem kevés. Na, kicsit itt járkálunk, és ez például a, hogy hívják, Viszokó melletti településen is vannak ilyen piramiszterű, vagy ilyen mesterséges építmények, és hát ez a kő így, ahogy ezzel ezt a barlangszerű bejáratot tábla, ez egy megalitikus ősi emlék. Ez nem varázsolódott oda. És ott az Oszmanovics egyik tanítványa magyarázott nekünk. Ott is van egy-két utitás, talán észreveszitek, nagy csalódott az. Elnézést, 2003 óta 120 kirándulást csináltunk Molnárendbe barátommal, illetve még egy csomó felfedező utat. És többen itt a jelenlévők között, a egykori kutitársak közül itt ülnek elő meg hátul is. Tehát ha én ilyet mondok, ez most sokak számára érthetetlen, de főleg akik így alkalomszerűen jöttek be, vagy később figyeltek, de ennek van egy ilyen hagyománya, és ezt néha így felfedezünk a ismerősöket. Itt is gyönyörűen ezek a hatalmas kövek. És hát egy nagyon klassz vidék, itt is. Ezek ilyen öntött betonszerű kövek, amiből ezek a falak összeállnak. És ez egy részleges feltárás, csak állandóan akadályozzák. A bosnyák állam torzul áll a dologhoz, mert ugyanakkor jó az idegenforgalmi bevétel, de ugyanakkor meg jönnek a tudósok a világ különböző helyről, hogy ez nem igaz. Na most Oszmanovics felajánlotta, hogy a kétkedő tudósokat ő saját költségért 10 napra meghívja egy konferenciára, és mindenkit végigvezet, és akkor győződjenek meg, utána mondják a tanulságot, nem muszáj akkor se elérni, de nem mentek el. Nem mentek el. Hanem otthonról köpködik, nem tudom, Amerikából, Németországból, Franciaországból. Igen, ez így zajlik. Hát ez csak egy kedves kávézás volt. Na itt van a nappiramis, ez a legnagyobb. Ez nagyobb, mint a gizai legnagyobb piramis. És hát a korán nagyon sokat vitatkoznak, de azért ez eldönthetlen. És ebben vannak az alagút járatok, vagy ebben is. Na ezek a kövek, amiből most mutatok egy párat, ezeket a részleges feltáráskor az alagútban megtalálták, és ezeken szerepelnek a rovásírásos vésetek. Majd látunk is belőlük. Ezek ilyen csiszolt kövek, hogy mi volt ennek a funkciója, azt nem tudni. Az is volt. Na itt már látni a feliratokat. És Tridi Klára és Szakács Gáborral voltam először, még a csoportosultunk előtt, illetve egy kis buszas társaság volt. Ők már egyel vagy kettővel előbb voltak ott, Oszmanovicsal megismerkedtek, de azt hiszem talán csak egy útjuk volt előttem, mert a második úton már én is részt vettem. És még akkor is, ahogy mutattuk ezeket a köveket, találtunk olyat, amit akkor vettünk észre. Ellenlámpával ottan Klárival
vizsgálgattuk. És itt vannak ez elég egyértelműen. És itt folyik ezeknek a feltárása. Most Oszmanovics elérte azt, hogy nyaranta fiatalokból álló ilyen brigádok, csoportok szerveződnek, akiket elszállásra minden, és akkor dolgoznak ezeken a feltárásokon. Ennek a tömegmunkáját tudják ezek a lelkes fiatalok különböző helyekről. Úgy tudom, hogy ez működik, ha csak most ez az elmúlt 2-3 év nem akasztotta meg, amit szépen ránk előrtettek, zárójelbe zárva. Vigyázzat, mert ha kimondom a teljes véleményemet, akkor nem biztos, hogy mindenki egyet fog belőle. De nagyon kemény vagyunk ebben. Na, itt vannak ezek a lovásírásos feliratok. Ez például egy ilyen vésett, ilyen, mint a megalitikus emlékeken levő gyönyörű ábrázolás. Ez már a helyi múzeumból való, ez már nyilvánvalóan nem onnan való. A helyi múzeum is sajnos annak a gyűjteményének a háborúban 90%-a elpusztult, mert itt találat érte, úgyhogy nagyon kevés van a helyi Viszokoni múzeumban. Viszont a háborúnak megint volt egy pozitív vonzata, pozitív, hogy az ágyú dörgés hívta föl a figyelmet arra, hogy ott üregek vannak, tehát a piramisban, és ezt akkor az amerikaiak is, ilyen megfigyelők főjegyezték, hogy itt valami nagyon rejtélyes ott adon a hegyen, mert a műszerek mutatták a vízhangot, hogy valami van abban, ami esetleg még most nem ismert. Felhívták a figyelmet, amit aztán Oszmanovicsék bőven meg is találtak. Ez a helyi múzeumból van. Még nem túl sok emlék. Ez például egy nagyon érdekes, ilyen domborműves vadász jelenet. De mondom, 90%-a a bombatalálatok áldozata lett az itteni múzeumnak. Na, és akkor Szarajevóba megyünk, és megnézzük most az első igazi bogumil gyűjteményt. Már a múzeum előtti térség is egy kis gyűjtemény, tehát aki nem megy be a múzeumba, és nyitott a szeme, az úton letérve 50 métert már találkozhat ezzel. Be se kell múzeum, persze menjen be, mert rengeteg érték van. És ott vannak ezek a fantasztikus bogumilkövek, olyan ősi örökséget, olyan motivumokat őrizve, még mai napig is rejtély, hogy egyáltalán ezeknek a művészei, az ikletet miből, milyen örökségből merítették. Volt egy írásuk is, ezt úgy hívják, hogy Bosancica, a Cilihez egy kicsit hasonló, de nem azonosult. Fönt látjuk a fejnél. Nem túl sok, de azért több emlék őrzi. Na, itt is, ha nagyon akarjuk, akkor egy keresztet már látunk. Most egy nagyon pillanatban kérek elnézést, mert én egy pohár vizet hozok magamnak. Na jó, közben itt a kedves... Ha valaki a végén volt akar jönni, lehet ott van. 300 forintot kell legyen. Na most nézzük ezeket a bogőrököveket. Fantasztikus érzés, és ez körülbelül állítólag van 10 000 előre. A Forgó Travel, ez egy Óbudán levő Csillaghegyen, vagy Békásmegyeren működő iroda. Eleve az évben, most olvastam én is a honlapjukon, hogy legalább 5-ször vezet ide utakat. És a fele van ezek a bogumilkövek is. Nem pont ez, de amit én mutatok azok, meg hát a Viszokó is be, természetesen. Olyan gazdag motivum kincsen, és ez sincs benne igazából a művészettörténeti irodalomban, csak szőr mentén. Na most ezek nem szarkofágok, ezek a sírok fölött vannak, tehát tömörek. Nem üreges, hogy ebbe egy elhunytot temetnek. Ezek sírjelek végül is.
Sírkövek. Csak olyan, mint egy szarkofág végül is soknak a formája. Gyönyörű palmettás, meg egyéb motivumok, amit részben a dombói templomnál is láttuk. De ez nem magyar, de olyan izgalmas ősi örökség halmaza. Sokat fogunk látni, úgyhogy remélem, hogy el fogja mindenki viselni. Tehát ez a Szarajevói Múzeum gyűjteményében van, előtte és benne a múzeumnak az udvarán. Nagyon gyakori motivum az ilyen kéz ábrázolás. És a vadász is hasonló jelenetek. És ez az ősi spirál motivum, amely az emberiség őskultúrájának az egyik leggyakoribb motivuma. A máltai előadásom ugyanitt meg máshol is. Szerintem vasárnap a kerecsenkészetben is az lesz Márta. Ott rengeteg ilyet mutatok 6000 évvel ezelőttől. Ezek, ja most, hogy mikor volt a bogomiloknak a fénykora, az körülbelül az magyar árpádházi királyok idején. Tehát az 1200-1100 és a török időszak előtt már olyan üldözésük volt az 1400-as években, mint akkor kezdett ez a helyzet már kibírhatatlanná válni. Itt is a kereszt, ott a kereszt, ha valaki ezt ne akarja. És ez a kinyújtott kéz, vagy annak a, csak a kézfej, az nagyon izgalmas motivum. De nem sablonra megy a dolog, rengeteg variációja van. És ez a 10 000 szám megmaradt, és sok esetben egész csoportunkban megmaradtak ezek az emlékek. Nincsen benne igazából. A fotó az beleveszi. Ezt én döbbenten olvastam, hogy olyasmit is belevesz, amit én azt hittem, én találtam ki. De elnézést, hogy egy kicsit így poentizatom a dolgot. Ugyanis, mint ilyen tudós, mint Papp Gábor is, a bogomilokat első pillanatban, mielőtt oda látogattunk, ő Bulgária területére gondolta, hogy ott vannak ezek az emlékek. És amikor majd mutatom a radimjai, a Stolac melletti radimjai temetőt, azt hitte, arról a nevét tudta ennek a helynek, hogy ez bulgár hely. Tehát ő is tudta, hogy ezek még értékek, és látott is néhány képet, csak máshová helyezte. De aztán megtaláltuk. Na most ezek a motivumok stilizált ember alakokat jelentenek. Tehát ott a fej, nyak, és ez a megnyújtott rész a törzs. Ez is viszonylag gyakori és sokféle van. És hát a vadász és egyéb jelenetek. Ez egy, olyan, mint egy tarsoly. És ott is ott van a napkereszt végül is. És hát itt már egy kereszt, de rajta nem egy fájdalmas vagy szenvedő Krisztus van, hanem egy gyönyörű motivumok. Itt egy íjász, ahogy éppen íjjal vadászik. Hát ez az egyik legnagyobb ilyen bogomil síremlék, aminek itt néhány részletét közelebből mutatok. És hát mint a Szent László legendának a fái úgy jelennek meg itt ezek a vadász jelenetlen a fák, és alul pedig hát a gyönyörű magyar motivum. Ott a maga a múzeumépület, ez az udvarnak a kincses tára. Még egy ilyen táncoló jelenet. Na most Azerbajdzsánban van egy sziklarajzos vidék, Kogusztán, azt is vetítettem egy korábbi előadásomban, és ott van egy olyan jelenet, amely a mottója, ami a jelképe annak az egésznek, ahol táncolnak. Ugyanígy táncolnak, mint itt ezek az emberek. Itt és ez is több ilyen síremléken
ott van ez az ősi körtáncszerű motivum, ahogy egymás vállára teszik a kezét. Majd talán még lesz. Ez például a utcán levő. Tehát a park, amely a szálloda múzeum előtt van, az ott lévő, most egy pár kép onnan lesz. Tehát ott látjuk ott a fő út. Egyébként azt remélem, talán ennyi emlék van a szerb-horvát háborúban, ez a bosnyák háborúból minden, itt óriási szűrők voltak. Szarajevo hosszabb blokád alatt volt az itt lévő bosnyákok a szerbektől, mint amennyi Leningrádnak a hajdani blokádja volt. Tehát úgy be voltak kerítve, és iszonyú sok írtás volt, tehát például kenyér és sorba állókat aknáztak meg a szerbek, szóval borzasztó áldozatok voltak, alagutakat kellett fúrni, hogy ki tudjanak időnként menni valami utánpótlásért. Szóval ez fantasztikus szenvedés volt itt ebben, most hosszabban nem akarok belemenni, de ez a 20. század egyik undorító háborúja volt, nem úgy, mint hogyha mostani nem lenne az. Igen. Na ez is például egy nagyon érdekes bogomilkő, ez is kim van még a utcai parkban. Egy kis hangulatkép, feleségem, azt mondta, hogy nem mondjam, de mondom, nagyon szereti a természetképeket is időnként. Na, visszatértünk Szarajevóba, ott volt a szállásunk, azt, hogy mentünk, visszamentünk, egy másik barátunk mutatja itt a részleteket, és innen föntől a nappiramisról nézünk, vagy annak az oldaláról nézünk le magára a településre. Ezek most egy enyhítés van, elképzelhető, hogy a hegynek a magja az megvolt, és arra építették rá az épületet. Most már azért hívják piramis hegynek, mert burkolták be, de hogy mesterséges, az letagadhatatlan, bármit is mond a tudós halmaz. Ott a háttérben van a Holt piramis, amely egy ilyen lépcsős piramis. Itt ez a rész, ez itt. Annak a tetejére is fölmentünk, és ott itt a papkából előlemel a kávét, amit mutattam. Kihoztam a kávé, elnézést, ez nagyon epizódszerű, kihoztam a kávémat, és így rácsodál, jaj, de jó. Na, két alagút van. Van az egyik a nappiramisban, a másik pedig egy úgynevezett bőrgyári alagút, van ott egy bőrgyár, ez egy kicsit odébb van, és akkor a holdpiramishoz közel levő alagút, abba is be lehet menni, az egy kisebb bemutatóhely, és nem is mindig lehet, mert a üzemi területen van, de abba is voltunk, és az közvetlenül így a folyóparton van, és ez a kép ott készült, ahogy az alagútból kijöttünk. No, és akkor elmegyünk egy... Csak egy villanásra, hol vagyunk, becsúvolja. Itt most, megmondom őszintén, most én több, minden útban benne volt és külön is voltam, de most itt nem megyünk becsúvoljai látogatásra, csak ezt az egy képet tettem ide bele. Aki ez a boszniai katolikus zarándokhely fantasztikus népszerűsége, és ide egyházi csoportok nagy számban mennek. Mi is mindig látogattunk, imádkoztunk, időnk volt, minden, de nem ez a fő cél, nem ez volt a fő cél általában. Úgyhogy innen tovább megyünk, és már én érzem, hogy mindjárt kitalálja, hogy hol van. Mostárban. Hát itt van a rekonstruált, újjáépített híd. Na most, ez egy nagyon zavaros múltú, már olyan értelemben, ennek rómainak is gondolják, de valószínűleg török időszakban épülhetett, bár lehet, hogy van valami római előzménye is. A háborúban, a szerb-horvát-bosnyák háborúban egy nagyon furcsa körülmények között lett ez felrobbantva. Ugyanis amikor a robbantás volt, és álltak a horvátok, robbantották, egy stáb így állt a kamerákkal ott. Véletlenül ott volt, tehát nagy valószínűséggel, hogy ilyen fotóim, vagy ilyen felvételeim csak nekem vannak címmel, szóval volt benne egy erős, értelmetlen, megrendezett
akció, és akkor ez az egész jelképe talán az országnak behullott a folyóban. És ebben viszont, hogy ez újból így rekonstruálódott, magyar szakemberek bőven benne vannak. Ugyanis magyar mérnökök és magyar szakemberek az eredeti maradványokból és az eredeti tervek minden alapján bőven benne vannak, hogy ez újjászületett. És ez is Csontvárinak az egyik legfantasztikusabb témája volt, ennek is kerestük a helyét, hogy honnan lehet. Mert mindig úgy csináltuk, hogy vittük a csontvári reprodukciót körülbelül ilyen nagyobb mérete, és akkor ott is életeztük. Most egy kicsit Mostárban. Mostár, az a túlsó rész az a horvát terület, ahonnan meg, ahol most vagyunk, az pedig a bosnyák. Tehát itt elég aránylag békésen megvan a két náció, hogy szerbek nem igen vannak, tehát horvátok és bosnyákok. Gyakorlatilag a nyelv az ugyanaz. Ez a délszláv, ez a délszláv nyelv, mind a három minimális különbséggel, de sőt, hát belevéve a többi jugoszláv utódállamot. Ha nem albánokról van szó, akkor a nyelv az nagyjából az. De bosnyák nyelv önállóan nincsen. Horvát nyelv is csak bizonyos eltéréssel tér el a szerbhöz, nem túl sok eltéréssel. Ennyit vagy nyelvészkedjek, bár attól nagyon... De mindig belünk volt Harsány Zsuzsa. Azért ezek nagyon... aránylag szerencsés módon, hát maga a város, a híd kivételével, mert nagyon nagy károkat nem szenvedett, most én nem tudom, hogy a hidat az muszáj volt nekik felrobbantani, mert az egy nagyon nagy látvány lehetett a felvételen. Muszáj ezt így mondanom, mert van benne egy nagyon gyanús szál. Ez itt a horvát részen a bazársor, üzletsor, ahol gyönyörű ábrázolások, rajzok, festmények, fotók, minden kapható. Ja, na így körülbelül innen. Igen. Innen néztük át, így a másik oldalról, hogy itt lehetett valahol Csontvári. Kicsit itt bóklászunk. Na, megint viszont nézünk. Ez egyébként felejthetetlen élmény. Ja, azt hiszem, aki játott, azt tudja, hogy a helyi fiataloknak van ott egy ilyen bemutatója. Ott a híd közepén föláll valaki a híd korlátra, a társai elkezdenek kalakozni, és akkor egy idő után ő elhatározza, hogy ő beugrik a vízbe, és akkor ez egy látványos nagy akció, és akkor a kalakozás megosztoznak az ő produkcióját népszerűsítővel, meg ő vele. Ezt ugye eljátszák olyan óránként, másfél óránként. Hát elég ijesztőnek tűnik a laikusok számára beleugrani abba a bedárt. Azt hiszem, hogy 30 méter körül van a magasság, és a víz pedig úgy tűnik, mintha nem is lenne túl bővízű. Hát lehet, hogy van időszak, amikor ezt nem csinálhatja, mert életveszély, de ők tudják ezt, és aránylag jól keresnek vele. Itt egy kicsit csavarkunk Mostárban, ez egy ilyen mecsetnek, ott vannak a mosdók, tehát a csapok, ahol a rituális mosdát elvégzi a muszlim, mielőtt bemegy a mecsetbe. Igen, ez a muszlim oldalon van egy ilyen mecsetnek az előtere. És egy muszlim temető, kicsit össze-vissza dobált régebbi sírkövekkel. A turbános sírkő az azokat a férfiakat jelzi, akik megjárták Mekkát, tehát hadzsi. Elvileg minden férfinek illene életébe egyszer elmenni, de ezt nem mindenki tudja teljesíteni. De aki elmegy, az megkapja ezt a rangot. És az a halála után is a sírkövön látszik. Nők nem mehetnek, tehát nő nincsen. A női zarándokok nem mehetnek, de a mekkai medinánkai zarándoklat csak kizárólag a muszlim férfiaknak szól. Tehát nem, hogy még csak turistaként sem, az tilos. Hát persze a zarándok időn kívül mehetnek talán, mint alkalomszerűen, de a zarándoklatban nem lehetnek részt. Ez egyáltalán a muszlimoknál a nőknek a helyzete teljesen más.
ez nem a szkíta elkölcs, meg nem a akár még a mongolok vagy más népek, a mongolok is szkíta utóbb népek, ezt most már fogadja el tőlem mindenki. Megint nézünk, most már itt vagyunk egészen a folyóparton. De itt vagyunk fönn a hídon, de itt ennek a közepén szokott állni az a éppen ugrásra kész fiú. És akkor itt is van egy kis gyűjtemény, ez nem túl nagy, de a padbolóhely közelében, tehát egy ilyen park, egy valami intézménynek a parkjában. Itt vannak a táncosok, de virágfejük van. Virágfejű alakok táncolnak, és egy nagyon érdekes motivum. Harcos vagy vadász, virágfejűek közel. Egy nagyobbnak az a talapzata. Ezek a mosztári gyűjteménynek a részei. És a vadász jelenet, ahogy egy szarvas. És mindenhol megjelenik a virág, ott van egy kis párocska. Nagyon izgalmas ez a művészet, csak nem ismerik. Ez egy ilyen keresztelő medence-szerű. Ezen is táncolók voltak körbe. No, ez egy olyan erődítmény, amit Mátyás idején, sőt Mátyás parancsára, ez egy kicsit lejjebb van már a tengerpart irányában. És akkor elérkeztünk ehhez a Stolac nevű helyhez, ahol 250 körül, tehát körülbelül annyi maradt meg egy hajdani temetőnek a Bogumil köveiből. Hagy mutassam ezt is, és remélem, hogy senkit nem fogja azt mondani, hogy csak azt látod, mert azért mutattam mást, és hogyha kicsit itt volt, nem fogunk a 251-es évvel megnézni, mert az fizikailag lehetetlen, de ismerkedjünk meg ezzel a kicsit. Sajnos itt is, ez valamikor egy ilyen védett, bekerített terület volt, csak a háború idején itt is károk. Egy-két helyen látni fogjuk, hogy egy-egy kő most már össze van, restaurálók által össze van dagasztva, de ezek most sérültek meg. Ez egy Stolac nevű városnál van, és a Radimjának hívják a magát a temetőt. Aki netán ezzel a forgóval megy, én is be akarok egyikre nevezni most már, mert nagyon szeretnék eljutni újból. Mondom, viszonylag régen, talán 15-ben voltam utoljára, vagy 16-ban. De 5-ször voltam, tehát a 10 és 16 között 5-ször. Ez is nagyon érdekes, nézzük meg az arányokat. Mondtam, hogy ez a kéz, ennek valami szimbolikus jelentése, valami mai nap se sikerült nekünk megfejteni, ugyanis aránytalanul nagy. Van, ahol csak az van, amit látok. De itt is mind a két kézfeje ki van nagyítva valamilyen, aztán van ott egy íj, meg, és egy női alakot lent. Szóval ezek olyan szimbólumok, amelyek az ő hagyományukban benne volt, csak kiverték belőlük, az utódaik már elfelejtették. Hoppá, ott van. Egyik utitársunkat úgy hívták, hogy Varga Álmos sajnos elmúlt, az ő felesége van ott a Györgyi. Györgyi orvos. A kiránduló csoportunknak az egyik, hát úgy mondjam, fájdalmas szétesése, amiatt van, hogy 20 év alatt, 20 éve törögettünk mindannyian. És bizony már jó néhányan csak fölülről néznek le ránk. Szinte sorolhatnám, hogy hányan költöztek már el a boldogabb világba, most ez rosszul. Ez mindennek a gazdag temetőnek itt is megjelenik a kereszt.
De ez például a háborús kár volt az előző. Kicsit a növényzet. Annyira gazdag a motivum kincs, ez az íjász itt lett. Lelkes csoporttársak fényképezgetnek. Mondom, ez például ez a háborúban okozott kár, de már restaurálták, összedagasztották. Az út ketté vágja ezt a temetőt, ott egyébként egy élő temető, mert látjuk, ott vannak az új sírkövek. Tehát ez mai napig használt temető rész, csak főleg ez az útnak ezen az oldalán ott nincsenek most új sírkövek, de a Bogovi sírkövek a másik oldalra is ott is ott vannak, és ott már a működő temetővel együtt. Szóval ne nagyon keressen senki erről irodalmat, mert alig van. Megjelent egy nagy boszniai, ekkora nagy könyv, annak a reprodukciója is. Boszniáról Mátyást említettem már, itt az egyik legnépszerűbb magyar személyiség, történelmi alak. De van egy 19-20. Századi is. Azt szerintem azt nem nagyon tudja senki. Úgy hívják, hogy Kállai Bényi. Ugyanis a monarchia, ez Ferenc Jóska, végül is okkupálta Boszniát, elfoglalta és egyfajta ilyen társ uralkodóként Ferenc József volt Bosznia uralkodója, és oda küldött egy olyan helytartónak nevezett, vagy akárminek nevezett vezetőt, aki magyar volt, és ez Kállai Béli volt. És az első pillanatban a bosnyákok keményen tiltakoztak ez ellen a kicsit erőszakosnak tűnő hatalomváltás ellen, de Kállai Béli varázslatos tevékenységet folytatott. Utakat, vasutakat, minden intézményeket, az egészet úgy átalakított, hogy a végén megszerették. És ma ott mindenki tisztelettel beszél róla, vagy az ottani múzeumokban a képe, meg a munkatársainak a képe. És ez megint egy kevésbé ismert dolog. Na most gondoljuk bele abba, hogy az osztrák szolgálatban, hisz monarchia idején vagyunk. Hadik András, aki az osztrák szolgálatban tábornok volt, micsoda alak volt, hogy a bukovinai székelyeket amnestiával Bukovinában öt falut alapított nekik, és micsoda haditetteket, tehát most filmet forgatnak róla, és ezt... Igen, már játsszák, én is meg szeretném nézni. És ő is kényszerben nem volt akkor önálló Magyarország, hanem a kiegyezés után volt az osztrák magyar monarchia, meg már előtte is Ausztriához tartozott, még a 1760-as években is végül is az osztrák császár volt a magyar király. Tehát abban tudunk csak szolgálni, a Hadik András. De itt most mondom a későbbi magyar személyiséget, Kállai Bénit, aki viszont itt ezen a területen csodát művelt úgy, hogy előtte gyakorlatilag ellenségnek tekintették. Rá előtt. A tevékenység. De ezek igazi diplomaták is igazi emberek voltak. Ezeket el kell mondani, mert annyira nincsenek benne a köztudatban ezek. Vaj, de jó. Itt ott van két táncos lány. És akkor egy kicsit még. No, és akkor befejezésképpen most átszökünk egy horvát területre, Raguzába, azzal fejezném be, amit mi Bubrovnik néven ismerünk, de valójában Raguza. Egy ilyen fantasztikus magyar város volt, horvát-magyar város volt, és egy kicsit ebben, hogy ez még teljesebb legyen a délvidéki bemutatás, a szerénységtől Boszniáig, most meg még egy horvát. Elég érdekesen vannak ott a határok meghúzva, mert ez egy külön
terület, át kell Boszniából menni Horvátországba, ez Ragusa, majd utána jön egy terület, ahol boszniai tengerpart van, és utána megint Horvátország, hogyha úgy megy. Tehát itt egy határátkelések tömkelege. Most már a horvátok akkor még nem voltak EU-s tagok, amikor ott jártunk, akkor még nagyon ellenőriztek mindig. Bár nem vitték túlzásba, de állandóan kellett az útlevelet, vagy útlevelet mutogatni. Tehát ma már egy kicsit lazább, miután Horvátország már nem. Bosznia meg nem, hát a Szlovákia sem, meg Szerbia sem EU-s tag. Még lehet, hogy nekik van igaz. Záll, időnként elmondok egy-két megérzést, elnézést kérek mindenkitől. És hát itt rengeteg magyar vonatkozás van, Szent Lászlótól kezdve Fent Istvánig, és itt őrizték a Szent Jobbot is egy jó ideig. Akkor, és van Szent László erekje, mindjárt látni fogjuk az erekje tartot. Egy fantasztikus város, magyar vonatkozások tömkelegével, és természetesen templomokat, múzeumokat nézzük meg csak röviden. Te voltál? De most valaki fölismeri saját magát, nem? Ez egy régi. De nagyon gazdag a városnak a különböző bemutatóhelyei. Ez egy gyönyörű kerengő ezekkel a kerengőkkel. Na, és itt van Szent László erekje. Tehát ebben a kar erekjetartóban Szent László karcsontja. Tehát ami a Hermában, Győrben a Szent László fej erekjéje. Van több Szent László erekje, például más Záglárban, és Szent László alapította a záglárdi püspökséget, és máshol is, de ez például az egyik leg... Most azt nem tudom, hogy a Szent László azonosításkor Győrben megvizsgálták a Hermát, és azonosították, hitelesítették. De hogy ehhez eljutottak-e, vagy akartak-e eljutni a Magyarság Kutatóintézet kutatói, ezt nem tudom. De nem biztos, hogy... Mert ahogy Lepoglavában, hogy Kristóf, tehát unokája, Hunyadi Mátyás unokája, illetve az édesapjának a... Korvin Jánosnak a sírját kutatták és azonosították, hát most nagyon alaposan utána mentek. De ezt nem tudom, hogy ez... Én is azt mondom, hogy lehet, hogy erre nem gondoltak. Na ez a város így. Ez majdnem, hogy még Boszniában vagyunk, tehát itt van egy határ itt ezen a dombon. És akkor, ha elmennénk tovább, akkor megint csak határ van. Tehát ez egy nem önállóan, nem függ teljesen össze a horvát területe, hanem boszniai területek. Kaptak egy kis kiállatot. Igen, hogy a bosznyákoknak is legyen egy viszonylag kis tengerpart. Ezért a osztozkodásnál úgy alakították ki, és ezért például Dubrovnik vagy Ragusa az egy önálló terület, bosznyák területek körül. Tehát majdnem úgy mondom, hogy enklávé vagy, hogy nevezik ezt. Igen, itt már régebben Boszniában lehetünk már megint, ez a mellette levő hegyoldal. Hát a hegyeket is szeretem, bár van, aki még meg is mássza ezeket, az nem az én műfajom.
És akkor egy kicsit Szarajevóba visszamente egy pár kép még a városon. Ez az a híd? Azt hiszem, hogy ez ahol az a híd, ahol a merénylet történt, ha jól emlékszem, ez az a híd, ahol a Ferenc Ferdinándot és feleségét, ez a Gavrilo Princip megbőlte is ebben. És egy múzeumban van ott, ezen az oldalon van egy múzeum a sarkon, ahol ennek a dokumentumai képei minden ott vannak, és őnekik ez pozitív dolog. Bár Ferenc Ferdinánd, megmondom őszintén, nem lett volna jó nekik, hogyha ő Ferenc József utódja lett volna. Nagyon magyar ellenes volt, persze. Semmi köze nem volt a magyarságnak az ő meggyilkolásához, ezek szerb megszállott, hát itt valószínűleg a háttérből irányították ezt azok, akik mindig a háttérben vannak, és hát ez ezért is egy ilyen történelmi emlékhely. És egy kicsit itt még bóklászunk. Itt van a szarajevói piac, vagy most én nem tudom, hogy mondják pontosan, de ez a központ. Tehát most visszajöttünk Boszniába, a bazárba. Na, és akkor engedje meg a társaság, hogy befejezésül eljussunk a szlavónai magyarokhoz, hogy teljes legyen a délvidék. Na most én itt bevonulok Fehérlóba. Ugyanis Kórogyon vagyunk, a négy szlavonai magyar falu volt. Szent László, Kórogy, Haraszti, és a negyedik az ma már Eszékhez tartozó Rétfalu. Itt magyarok éltek és élnek ma is, és ebből Szent László a legtöbbet szenvedett, ahol viszont hát annak egy külön története volt, annak a védelmére. Kórogy is a lakosokat elüldözték, elpusztult, magyar költségen újjáépítették a templomukat, szóval ott elég zűrös volt a helyzet a szerb-horvát háborúban. Na most Kórogyon egy nagyon jó falukulózást alakítottak ki, és egy különleges helyen volt a vendégfogadás, az étkezés, és ott vagyunk most, ahogy bevonulok Fehér Módilovon. Mondjuk ez egy nagyon utánérzés, Árpád és mások tettei után. Itt létrehoztak egy ilyen különleges farmot a helybeliek, ahol rendkívül furcsa és különleges állatok. Igen. Valamint néprajzi gyűjtemény van, és itt fogadják a vendégeket. Én nem ismerem, de aztán éppen egy napja született kis jószág ott az anyja mellett. Egy másik neve igen született. Eppá, egy kis csacsi is viszonylag ifjont. Egy fantasztikus élmény. Mi elneveztük Noé bárkájának ezt a helyet. Itt minden állat megtalálható, és itt fogadják a vendégeket. Ez azt hiszem egy kis színes befejezésképpen talán senki nem haragszik meg érte. Ez Kórogy, tehát nem Haraszti és nem Szent László, hanem Kórogy. Egy kemence. Ó, hát ezt is kipróbáltam. Ez a helyi férfi, ennek van egy ilyen pónilovas kocsija, és akkor engem ott mint egy egykori nemes úr a hintón, végig rátanítan, Barkó Jóska barátunk éppen fotózik. Hát fantasztikus élmény volt. Na most ez a néprajzi gyűjteménynek néhány szép szuszék, meg más tárgya. Ott a kórogyi lelkész, az a viszonylag kövér ember. Ez a helyreállított kórogyi templom, ezt is csúnyan megrongálták. Szent Lászlóit is, azt később, de azt is már helyreállították. Magyarországi pénzzel, ezért is köpködik a magyar műemlékvédelmet, hogy miért csinálnak, miért építik a határon túli templomokat, vagy újjáról. Olyan iszonyatos hadjárat folyik ez ellen,
magyarságot így kell felfogni, hogy egységes. Hogy az most Szerbiában él, Horvátországban él, akár Szlovákiában, Romániában, Ausztriában azok magyarok, és az ott lévő intézményeiket támogatni kell, az ott lévő épületeiket. Hát ez annyira természetesnek kell lenni, de tele vagyunk ilyen ellenséggel. De itt a lelkész, és büszkén átadtuk a csoport ajándékát. Itt a helyreállított templom. Újjáépült a Dunafel hozzájárulásában 2001-ben. Igen. Na és akkor Szent Lászlóval fejezem be. Szent László, és hát látjuk a szobrát. Szent László védelme az egy fantasztikus dolog volt. A szervek bekerítették a falut, és egy hónap vagy még hosszabb ideig védte 100 körül Szent Lászlói lakosogó férfiak. Egyetlen egy idős asszony maradt ott, hogy főzzön nekik. Az asszonyok, az öreg emberek, gyerekek elmenekültek. És ki volt ennek a parancsnoka? Eduardo Rózsa Flores. Az, aki Bolíviában halt mártírhalál. Ő volt a parancsnoka, és megszervezte a védelmet. És a szomszéd faluban levő szerbek is támadták őket, akikkel azelőtt együtt ittak a kocsmában. Megvadították ezeket a szerveket ott a máshonnan jött szerb demagógok. És amikor már nem lehetett védeni a falut, felmérték egy titkos ösvényen úgy, hogy a szerb őröknek a cigarett fényét is látták, de kijönt ez a pálem. És a másnap a szerbek megrohanták a falut két irányból. És lövések érték a szerbeket. Nem volt ott már senki, egymást lőtték. És legalább szerb lemészárolta a másik szervet. Ugyanis lőttek innen, és kaptak egy tüzet, és azt hitték, hogy a londoni védő. Közben már egyetlen egy védő sem volt a faluban. És ezért bosszúból minden házat felrobbantottak. Utána is teherautószám hordták el a saját halottaikat és sebesülteiket. Ez egy ilyen akció volt, és egyébként amikor a templomot lőtték, szerbek, akkor Eduardo bent volt a templomban, és a torony ledőlt. Hatalmas porfelhő, és mindenki azt mondta, hogy Eduardónak vége. És kijött. Kijött Eduardo úgy, hogy csupa por volt, meg minden a ruhája tele volt a lotani, hát régladalagokkal, meg minden egyébben, és élve normális módon kijött. Nemzeti hős, a horvát hadsereg őrnagya, vagy talán még maga, azt hiszem őrnagya le. Önkéntes. Ezt azért tegyük hozzá. Aval együtt, hogy ő elég furcsa ember volt egyébként, ő zsidó, katalán, magyar, bolíviai, mindenféle nációhoz tartozott. És Bolíviában hívták meg ottani ellenállók egy szervezésre, és a füles, hogy őt lebuktatták, az Kunce Gábortól így. Az akkori belügyminiszter. Úgyhogy ez is hozzátartozik az ő mártíromságához. Na ez a már helyreállított Szent Lászlói templom. És még egy valami. Na, Haraszti mellett pár kilométerre van egy elpusztult magyar falu. Úgy hívják, hogy Kaplona. Vagy Kapornának is mondják. Igen, itt már szerbek élnek. Horvátországi szerbek. És a határában egy átmárkori magyar templom van. És ez a háborúban találatot kapott, és a tetejét ellőtték. Igen ám, de ennek volt egy járulékos haszna. Előkerültek a freskók. Itt vannak. És akkor engedje meg mindenki, hogy egy picit hagyd dicsekedjen. A műemlékeseket mind hazajövetelkor megkerestük. És felhívtuk a figyelmet a Teleki Alapítványnál is, akik ilyen műemlékmentéseket folytatnak Erdélyben is, domtemplomokat megtetővel borítanak, megfognak, és kimentek, és egy védőtetőt raktak a szentélyre, és további freskó feltárásokat végeztek. Ilyen kis egyszerű laikus kirándulók is segíthetnek egy-egy mentésben, hogyha ennyire öntevékenyek. És ez most már ennél több van,
és megóvták a templomnak legalábbis a legértékesebb részét. Nem tudom aztán, hogy azóta még folytatott-e valami. Hú, lát, de mindesetre, amikor ezzel találkoztunk, a helyi haraszti lelkész vitt ki minket oda, aki a szomszéd faluban levő lelkész, és mutatta, és megjelent a pópa a faluból. Működ minden, az a lelkész megbékítette. Aztán azt hitte, hogy mi most itt megátkozzuk az ortodoxiát, vagy mit akarunk valami. Fekete misét akarunk tartani, mert ezt már ők nem használhatják, meg nem is használták, van a faluban tett. Hát, fantasztikus érték. Ebből semmi nem látszott. A vakolat a növések miatt omlott le. Most ott van ez a csoda. Ott van a pópa, ott van a pópa. De már ez a lelkész, a magyar lelkész a rövid nadrágban, a haraszti lelkész. Egyébként most már püspök, úgy hívják, hogy Szent Péter. Érdekes neve, két ennel. De ez eléggé Szent Péternek hangzik különben. De Szent Péter. Most már a református egyház, horvátországi református egyház püspök. De hát akkor még csak egy falu lelkészetet. Így. De ez még nem az, amit később oda tettek, ez egy nagyon ideiglenes ilyen védő akármi, és akkor ezt a magyar műemlékesek egy normális védő tetővel. Nem az egész templomot, meg ott nem sok ilyen, hanem a szentély részt, ahol azok a freskók voltak. És további feltárásokat végeztek. És akkor most már tényleg befejezem, ez a haraszti templomnak a csodája, ahol szép. Hát ez a dunántúli kazettáknak az egyik legszebbje. És köszönöm szépen a figyelmet. Én fölkapcsolom a villanyt.